mindenáltal fontos, hogy úgy fogd a fegyvert, hogyha nem fogsz rá, hanem csak ide befekteted, ezzel így, akkor se essen ki. Az első körömágyal szemben lévő új percnél préseli a billentyűt. Jó? Gyakorlatilag a legjobb fegyver se ér egy forintot se, hogy a szartokod van. Tehát rányúlsz, összefogod, csőre töltöd, kiúsztatod, és mikor kiért a holdpontra, már mehet a sütés. Én nem mondom azt, hogy valamit csak így, vagy csak úgy lehet megcsinálni. Én azt mondom, ismerjél mindent, és majd eldöntöd, hogy mit használsz, de amikor gyakorolsz, és már kitaláltad, hogy melyikkel akarsz dolgozni, akkor azt az egyfélét gyakorolod, mert az izom memória azt fogja megjegyezni. Ez az öt fegyver kupás sportegyesületünknek egy alap fegyverkezelői tréningje kifejezetten pisztolyra. Teljesen nullás edzés, tehát olyanok is jöhettek rá, akik most kezdik az egész sportlövészetet. Gyakorlatilag rendőrök, katonák és civil sportlövők is járnak az edzéseinkre. Nagyon egymásra felépített szisztematikus képzések vannak. Egy alap fegyverkezelői tréning például 6 alkalom, ez alatt olyan 1200 lőszert lőnek el a tanulók, mikor középhaladóba tovább tud lépni. Ez gyakorlatilag az első 6 tréning, az szinte csak statikus, a fegyver biztonságos kezelésére, a pontos lövés, egy, illetve több pontos lövés leadására és minimális szinten tárcserére és célpont áthelyezésre van kihegyezve. Ezután lépünk tovább komolyabb szintre. Nem csinálunk kifejezetten speciális edzéseket, ami célirányos, hanem egy alap biztonságos és megfelelő szintű fegyverkezelést oktatunk, vagy illetve én oktatok. Ezután, amikor egy ilyen középhaladót is végiglövi, meg a sokan a haladót is, utána tudnak igazából ők dönteni, hogy milyen szakág irányába indulnak el. Én maximálisan támogatom ugye az IDPL versenyeket, illetve a saját taktikai irányultságú rendészeti lövészversenyeinket, de van olyan nagyon sok ember, aki az IPS irányába indult el. A lényeg, hogy ez a 6 edzés általában, amikor alapkezelőiről eljutnak a középhaladóira, addigra jutnak olyan szintre el, hogyha már el akar menni egy alappisztoly versenyre, ami nem egy nehéz, bonyolult verseny, akkor már nagy jó eséllyel nem fog olyan hibát elkövetni, ami miatt kizárnák, és akkor esetlegesen ő neki egy rossz érzéssel keletkezne, vagy nekem rossz híremet kelteni. Általában a haladó és extra haladó tanítványaim is vissza szoktak jönni erre az edzésre, mert itt egy kicsit le lehet lassulni nekik, tudnak egy kicsit magukkal foglalkozni, odafigyelni, és az újoncoknak pedig ugye van egy példakép, hogy amit ő éppen meglő, azt meg lehet lőni gyorsabban is, vagy pontosabban is, úgyhogy ezek az edzések általában erről szólnak.